A magyar népdalok talán a világ egyik legsokoldalúbb dallamvilágával és szövegével rendelkező énekei, amiket ha alaposabban megvizsgálunk és persze kellőképp ismerjük a magyar nyelvet, rájövünk, hogy bizony valamilyen rejtett jelentést, utalást hordoz mindegyik magában. Ezeknek az énekeknek a segítségével mondták el az emberek rejtett szándékaikat, amiben lehetett gúnyolódás, incselkedés, szerelmi vallomás, vágyódás a másik felé. A legtöbb ilyen népdal viszont leginkább az emberek szexuális életére, a másik külső tulajdonságaira és szexuális tevékenységeire, vágyaira utalnak. Ebben a videóban most megismerhetitek ezeket az erotikus, már a perverzió határát súroló népdalainkat. Tartsatok velem! Ég a gyertya, ég! A Nyitra vármegyéből gyűjtött Palóc népdal eleinte csak helyi hagyományokhoz kötődött, a népdal gyűjtők felfedezését követően vált magyar nyelvterületen elterjedté. Több szövegváltozata van, de néhány szó eltérés leszámítva szinte mindnek ugyanaz a története. Ég a gyertya, ég, el ne aludjék, míg a gyertya lángot nem vet, mind legugoljék. Egy énekes gyermekjáték különben maga a népdal, és ezt kislányok szokták elsősorban énekelni, miközben gugolós körjátékot játszanak. Éneklés közben körbehaladnak, és az utolsó sor éneklésekor mindannyian legugolnak. Újabban divat lett egy adventi szövegváltozattal énekelni a népdalt gyertyagyújtáskor. Az eredeti szövegben az égő gyertya valójában egy erektált péniszre utal, ami csak úgy vethet lángot, amennyiben a lányok legugolnak. Búj, búj, zöldág! Ennek az ismert népdalnak két változata van. Az elsőt Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből gyűjtötték, és a szövege a következő volt. Búj, búj, zöldág, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, hadd bújjatok rajta. Nyisd ki rózsám kapudat, kapudat, hadd kerüljem házadat, házadat. Szita, szita péntek, szerelem csütörtök, bab szereda. Eredetileg ez egy nagylányok által énekelt dal volt, amit virágvasárnapkor énekeltek villőzés, vagyis téltemetés alkalmával. A Dunántúlon a zöld ágazás szokásának bevett része volt. Napjainkra ez gyermekjátékká alakult át, általában két lánya kezével kaput formált, a többieknek kézen fogva nyolcast írva át kellett haladni rajta. A dal végére a kapu lezárult, és az elfogott lánynak az egyik kapufogó mögé kellett állnia. Ez tartott egészen addig, míg mindenki a két kaputartó mögé felsorakozik. Az első szövegváltozat alapján már sejthető, hogy a zöldág valójában nem más, mint a férfi hímtag, míg az aranykapu a nő vaginája. Tehát egy titokzatos szerelmeskedésnek a körülményei vannak virágnyelven megfogalmazva benne. A második szövegváltozat már kicsit beszédesebb. Búj, búj, zöldág, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta. Rajta, rajta, leszakadt a pajta, benn maradt a macska. A leszakadó pajta és a bennmaradó macska arra utal, hogy a lány a szerelmeskedés alkalmával teherbe esett, és most már gyermeket vár. Hát bizony, ezt akkoriban nem lehetett megúszni házasodás nélkül, nagy szégyen lett volna. Ha a házasság előtt a fiatalok így egymásnak ugrottak volna a paplan alatt, akkor a két fiatalnak a szülei némi haragvás után gyorsan összeházasították őket, hogy ne égjenek a szégyentől és a megszülető unoka egy összetartó, együtt élő család része lehessen. Csigabiga gyereki. A Csiga csalogató gyermekdalt Mosonban gyűjtötték még 1938-ban, aminek elsődleges jelentése, hogy a gyerekek ígérgetéssel és fenyegetéssel akarják rávenni a csigát, hogy kidugja a szarvát, vagy előbújjon a házából. Csigabiga gyereki, ég a házad ideki, kapsz tejet, vajat, holnapra is marad. Ha nem jössz ki, megbánod, nem leszek a barátod. Rejtett szimbolikáját figyelve a szövegnek, a csiga valójában a férfi pénisze, ami az égő házat, vagyis a vaginát kéne felfedeznie azzal, hogy előbújik. Ha előbújik, mindenben lesz része és még holnap is részesülhet belőle, de ha nem ágaskodik, akkor a hölgy nem fog felé érdeklődést mutatni. Elvesztettem zsebkendőmet. 1885 és 1887 között Maros keresztúrról gyűjtötte ezt a népdalt Osváth Albert.
Ehhez tartozott egy párcserélős, párválasztós körjáték, ami feltehetően egy régi lakodalmas tánc lehetett, vagy egy párnatáncnak az elemeit ültethették bele a játékba. Míg dallam változatából több is létezik, addig a szöveg így hangzik. Elvesztettem zsebkendőmet. Szidott anyám érte, annak, aki megtalálja, csókot adok érte. Szabad péntek, szabad szombat, szabad szappanozni, szabad az én galambomnak egy pár csókot adni. Éneklésekor a táncoló lány kendőt lobogtat, vagy egy párnát fog a kezében. A dal utolsó sorára a lány leteríti a kendőt a választott férfi elé, mindketten rátérdelnek és megcsókolják egymást. Na most talán érthetitek, hogy egy zsebkendő elvesztéséért még egy anya se fog szidni, viszont ha a lány a szüzességét veszti el, na azért rendesen szitták érte otthon. Nyilván nem a megtalálásáról szól a fáma, nem azért kapja a csókot a fiú, hanem a lány azt a fiút csókolja meg a dal szerint, aki elvette tőle azt. A szappanozás meg arra utal, hogy a lány péntek és szombati napokon ráér, mind a hely és az idő is alkalmas arra, hogy szerelmeskedjen egy jót a választottjával. Hely Dunáról fúj a szél. Ennek a népdalnak számos variációja volt, és az évszázadok során folyamatosan változott, és régiónként eltérő szövegváltozata volt. Kodály Zoltán ennek a dalnak nagyon sok verzióját jegyezte fel, és ebből jegyezte le a népdal gyűjtéseiben a ma ismert szöveg és dallam változatot, amivel adott neki egy közismertebb, egységesebb formát. Kodály arra nagyon figyelt, hogy a leggyakrabban használt szövegrészletek kerüljenek bele, és azok közül is a legrégebbiek. Ezeket Somogy vármegyéből gyűjtötte össze, így a dal is feltételezhetően onnan terjedt el. Kodály beszámolt arról, hogy több falun a dalnak szándékosan obszcén sorokat is hozzáköltöttek, azonban ezek nem maradtak fenn, és nem is terjedtek el. A szöveg a következő kép hangzik. Hely, Dunáról fúj a szél, szegény embert mindig ér, Dunáról fúj a szél. Ha a Dunáról nem fújna, ilyen hideg sem volna, Dunáról fúj a szél. Hely, Dunáról fúj a szél, feküdj mellém, majd nem ér, Dunáról fúj a szél. Nem fekszem én kend mellé, úgysem leszek a kendé, Dunáról fúj a szél. Hely, Jancsika, Jancsika, miért nem nőttél nagyobbra, Dunáról fúj a szél. Nőttél volna nagyobbra, lettél volna katona, Dunáról fúj a szél. A második verszak nyilván arra utal, hogy a férfi udvarolni kíván a hölgynek, aki ezt az összebújósdit nem akarja viszonozni. A harmadik verszak csak azért érdekes, mert későbbi gyűjtésekkor vált ismerté, és elsősorban gyermekdalként jegyezték fel. A Jancsika itt pedig valójában egy kicsi hímű varszervre utal, vagyis a fiú, akit környékeznek, még nem elég érett a hölgyhöz, vagy nem elég bátor hozzá. A további sorok arra is utalnak, hogy ha a fiú mégis megtenné a dolgot a lánnyal, akkor az elektrált célszerszám állna, mint a katona, de ez utalhat arra is, hogy ha a fiú katonakorú lesz, vagyis felnőtt, na akkor fog az úgy működni, amikor kell. Győri kanász Adombon. Na, ez egy személyes kedvencem. Ennek a dalnak több szöveg változata van, én még a Csóri kanász Adombon kezdetű változatát ismertem meg először, ami így hangzik. Csóri kanász Adombon játszik a botjával. Ne menj arra, kislány, megfogja szoknyádat. Nem fogja meg a szoknyám, elszaladok tőle, azért a kismalacot ellopom mellőle. Megfújom a furujám lenn az erdő szélén, hallod-e te, angyalkám, hálót anya végén? Hallom, kedves angyalkám, nem tőhetök róla, szomorú szép szavadra, nem möhetök oda. Nem köl nekem a kanász, csak a felesége, annak sem más egyebe, csak a feketéje. Nem köl nekem a kanász, csak a vacsorája, annak sem más egyebe, de csak az abált, jó paprikás finom szalonnája. Ez a szövegváltozat arra utal, hogy éppen a kanász, vagyis a disznó pásztor, éppen a dombon maszturbál. A lánynak ez megtetszik, és incselkedve úgy tesz, mintha malacot próbálna lopni. A második verszak már arra utal, hogy a kanász udvarol a hölgynek, de azt elutasítja. A harmadik verszak arról szól, hogy a kanász feleségére valaki szemet vetett, és örülne, ha a kanász nem lenne az útjában. A győri kanász változat szövegének harmadik verszaka másképp hangzik, de szintén arra utal, hogy valakinek a kanász felesége kell. Győri kanász, mit főztél? Tüdőt káposztával. Mivel rántottál rá? Hasaszalonnával. Nem kell nékem a kanász, csak a felesége. Annak sem más egyebe, csak a két szép szeme. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Ha szeretnétek folytatást, mindenképpen jelezzétek hozzászólásban. Ha tetszett a videó, akkor lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatorna tagsági felületén keresztül,
illetve szuper köszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!